kérem, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gomnyomással jelezzék jelenlétüket. Határozatképes volt az év utolsó közgyűlése, amin 22 napi rend, köztük jó néhány fontos téma várt a képviselőkre. A 2015-ös nemzetiségi díjakat adták át a testületi elején, majd hamar elfogadták az első két pontot. Aztán ellenzéki felvetésre ismét előkerült a kvesztorügy, amivel kapcsolatban sok támadás érte korábban a várost. A kérdésre reagálva Borkai Zsolt azt mondta, hiába zajlott lejárató kampány Győr ellen, végül beigazolódott a város igaza. Közel dupla kamattal tudtuk az államkötvényt lekötni, és ezt egyébként a kvesztor és nem az állam szavatolta a kamatainak kérdését. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez jó befektetésnek indult. A hulladék gazdálkodási rendszer megvalósításáról is tárgyalt a képviselőtestület. A társulási tanács elnöke szerint sikerült előrelépni a témában, többek között a Győr Plusz média kampányának is köszönhetően. Egy közös marketing kampányt indítottunk el a hulladék kezelésének tárgyában. Az elmúlt egy évben nagyon sok eszközt sikerült beszereznünk, több ezer hulladékgyűjtő és tároló edényt. Ennek a beszerzéshez még folyamatban van, a darus felépítményeket, új dobrostának a műszaki átvétele zajlik a napokban, ami a válogatást segíti, illetve annak a minőségét javítja, ezáltal egyébként üzembiztossá is teszi a tevékenységet. Várható volt, hogy a helyi buszközlekedés hoz majd vitát a teremben, az azonban most elmaradt. Ebben a kérdésben a DK-s dr. Najpor Zsolt kritizálta a túlságosan öreg buszparkot, amire a polgármester azt felelte, hogy nem a város feladata, hogy új buszokat vegyen, hanem a busztársaságé. Én azt gondolom, hogy minden nemű további lépésben nyitott az önkormányzat, de csak addig és kizárólag addig, amíg a szerződésben foglaltakat mindkét fél tudja teljesíteni és teljesíti is, úgyhogy a későbbiekben majd én azt gondolom, hogy a lejárt szerződés környékén is, vagy előtte újabb szárgyalásokat kell folytatni, bár ugye ezt tudjuk, hogy ezt a tevékenységet nem tudjuk automatikusan odaadni, hanem ugyanúgy közbeszerzés kell, hogy elindítsunk, és ezen a közbeszerzésen a legjobb ajánlatot tevő és egyéb előírások és kiírások alapján történt meg eddig is, és történik meg majd a jövőben is az itteni ellátása a helyi közlekedésnek. A közgyűlés később megerősítette pozíciójában az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, az ELSZI, a hajléktalanokat segítő szolgálat és a győri gyermektábor vezetőjét is, majd a kevesebb mint másfél órás testületi végén a képviselők pezsgős kocintással zárták le a 2015-ös évet.